Hát itt az aporlányok feredőjénél mindent lehet csinálni. Hintázni, fölmászni ide a lesre. Ami nem egyszerű. Ami nem egyszerű. És lehet, hogy le is szakad. Ez nem. Vagy pedig lehet lábfürdőket is venni a különböző forrásokba, mofettákba. Fölmenni egyszerű, lefele már nem olyan egyszerű. Anyok feredője, tartsatok velünk itt a kisfilmünkben, itt a YouTube-on, ne felejtsetek el feliratkozni, és megyek, megmutatom nektek a aporlányok feredőjét. Olyan azért nézd. Hát lábáztató van itt is, meg itt is. Ez a Kálmán forrás. Ott is van egy kis forrás. Amint látjátok, bele lehet áztatni a lábatokat. Meg még itt is van. Ez már egy kicsit nagyobb medence. De itt is lehet találni ilyen picike kis forrást, úgy szépen ki van építve. Csak az aporlányokkal nem találkoztam még. Na ez a fehér, ezt tetszik nekem, ez már jó, de majd lesz lejjebb egy még fehérebbet mutatok nektek. Ott is és szépen ki van rakva kővel, itt fent is, mintha forna az egész hegy. Hallgassátok csak! Gyere. Hogy bugyog itt az egész hegy. És akkor menjünk egy picikét tovább, felfelé. Lépcsőkön. De ott is lehet látni, nézzétek, hogy végig így bugyog. Szinte itt egy gáz folyam van lefelé. Nagyon érdekes. És ez itt a kis medence. Menj oda a másik felébe, Balázs, hogy legyen összehasonlítási alapet. Hát ez egy majdnem 2x3 méteres medence, amiben szintén keményen bugyog a víz, nézzétek. És ez pedig itt a lefele a panoráma. És itt folyik ki a víz, csordogál. És itt van az ismertetője, kálcium, magnézium, szulfát, klorid típusú kénes víz. Például bőrbetegségekre is kiváló, méregtelenítő, gyulladás, reumára, fejfájás, szív, érrendszeri megbetegedések esetén nagyon hatásos. És ez pedig itt a környék. Hát valahol ott fölfele van a Torjai Büdös Barlang. Nos, hát... Remélem tetszett ez a kis filmünk. Ide igazából erről nincs mit beszélni, mert itt van
a várpanzió fölé magasodik tulajdonképpen ez a hegy, ami teli van a vulkáni utótevékenységnek a gázaiból, vizeiből. Egyszerűen érdemes eljönni, hogyha fontos az egészséged, ha meg akarod óvni az egészséged, meg hogyha egészségesebben akarsz élni. És ez itt van, egyelőre tök ingyen. Aki pedig szeretne egy kicsit többre vágyik, akkor menjen el a Csiszárfürdőbe például, ahová szintén a Várpanziótól lent Bálványos fürdőről lehet indulni. De hogyha már ott vagytok a Várpanzióba, akkor ajánlom még figyelmetekbe Bálványos várát. Óva igaz, egy kicsit kell mászni fölfele, de megéri, mert nagyon szép a panoráma. Köszönöm nektek, sziasztok!